Eric Seitel Bambi című könyvének a bemutatójában. És sok szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat is, Nádor Eligia fordítót, Dóka Pétert, a kötet szerkesztőjét, és Apatos István, aki a kötet összes illusztrációját elkövette, a fordító illusztrációt, de azért erről majd fogunk beszélni. Én Pompor Zoltán vagyok, és nagy örömmel olvastam újra a Bambit, mind a két fordításon átjártam magam, és azt kell mondjam, hogy nem éreztem túl jól maga a végére, de ez teljesen személyes dolog, mert nem róla szól a mai beszélgetés, hanem Seitel könyvéről a Bambiról. Azért azt előjárok, amit első kérdésként megkérdezném tőletek, hogy ti, amikor újraolvastátok a kiadás előtt a Bambit, akkor milyen érzéseitek támadtak közben? Pozitív, negatív, kicsit ilyen érzéskörrel kezdjük. Péter? Hát úgy volt, hogy én megkaptam a fordítást a Licitől, és volt egy kis kísérő levél, és annak az volt az utolsó mondata, hogy hát ez biztos, hogy nem gyerekkönyv. És akkor így ez egy először egy rossz hírnek tűnt, hogy akkor mi egy ifjúság és gyerekkönyvkiadó kiadunk valamit, ami nem gyerekkönyv, és amiről én azt hittem, hát sok-sok éven át, hogy gyerekkönyv, most akkor mi lesz? És ez így beragadt a fejembe, és már ezzel a kérdéssel kezdtem olvasni, hogy ez gyerekkönyv, vagy nem gyerekkönyv. És nem is tudtam eldönteni tulajdonképpen, meg most sem tudom eldönteni, és azt gondolom, ez nem is baj, valószínűleg ez is olyan könyv, mint a legjobb ifjúsági könyvek, vagy gyerekkönyvek, vagy több rétegűek, és a gyerekek számára is mondanak, mint a felnőttek számára is mondanak valamit, nekem gyerekként más mondott, felnőttként más mond. Tehát valami ilyen, hát nem túl eredeti, de következtetés jutottam. De alapvetően tetszett? Hát alapvetően tetszett. Én mondtad, hogy ugye elszomorodtál. Én azt gondolom, hogy van, persze elszomorító ez a könyv, de mivel jó könyv, mégiscsak van benne egy ilyen katarzis, igen. Tehát, hogy ez nem egy, mert az igazi, ugye van az élet, ami szomorú, és nem mindig van katarzis. Tehát történik meg valami szomorú, akkor hiába várom ezt a megtisztulást a végén, és sokan azt mondják, nem olvasok szomorú könyvet, mert szomorú. És közben egy jó szomorú könyv, vagy egy jó melankolikus könyv, az kínál a végén valami katarzis, valami megtisztulást, és ha nagyon odafigyel az ember, akkor én tetten érem ezt. Lehet, hogy ezzel nem mindenki ért egyet, és ez számomra kedves könyvé teszi. Nem cuki könyvé, de kedvesé. Már a cukinál vagyok, mint tudom, hogy te sokszor láttad a rajzfilmet, és ezek után elolvasni a könyvet újra. Szeretném visszavonni ezt a bizonyos mondatot, nevezetesen, hogy ez ne volna gyerekkönyv. Két okból. Az egyik az, hogy éppen én azt gondolom, hogy én biztosan nem volnék képes, hogy megítéljem egy könyvről, vagy gyerekkönyve, vagy sem. Ezt a gyerekirodalommal foglalkozók döntsék el. Ez az egyik. A másik, hogy annyiban mindenképpen gyerekkönyv, vagy gyerekeknek igenis való könyv. Úgyhogy nem mondom, hogy megbántam, mert az az első felindulásom van, vagy amikor az ember még úgy nagyon friss, még nagyon friss a szövegélmény, és maga is meglepődik, hogy más a szöveg, mint amit várt, sokkal rétegzettebb, helyenként tragikusabb, sokkal érzékibb, sokkal merészebb, és ilyen értelemben nem egy egyszerű gyerekkönyv. A kérdése pedig a válasz, az mi is volt a kérdés, a filmmel volt kapcsolatos, a cukiságfaktor. Hát remélem, hogy még erről egy picit tudunk majd beszélni. Itt, ez egy nagyon összetett kérdés, szóval szerintem Seitel azt a nagyon bátor gesztust tette meg ebben a könyvében, egyébként más állatkönyveiben is, hogy leképezte a társadalmat, az emberek társadalmát. Ezek az állatok nem gyerekek, még nagyon sok állatmesében az állat egy gyerekszerű figura, ezek felnőtt emberek, ezek az állatok, és ilyen értelemben
semmiképpen sem, nem sok köze van a Disney filmhez. De egyébként én szeretem a Disney feldolgozást, mert azt a szomorúságot, azt a tragikumot, azt az a film is tudja azért hozni, mert akkor nagyon értették a módját, hogyan adagolják a katarzist, hogyan adagolják egy gyerekfilmbe a felnőtt tartalmakat ennek a csúcsára. Most érte egyébként el az iparág, hogy hogyan mutasson egy úgynevezett családi filmben minden korosztálynak valamit. Ez már akkor is megvolt, szeretem a filmet is. A filmről kapcsolatban csak hagyom, hogy talán érdekes különbség, hogy például a rajzfilmben, ez valaki felhívta erre a figyelmemet, Bambi apját egy szarvas. Tehát Bambi apja szarvas konkrétan. Ugye a könyvben őz, mint hogy ő maga is őz. Tehát ez a rajzfilmben kicsit felveti a Bambi származásán. Nagyon sok problémáit, csak... Ilyet van egy Disney azért. Tehát azért a természetudom. Nem van ártatlan ez az egy Disney. Mint megtudtam, internetes forrásokban utána néztem, mert sajnos állattamból nagyon rossz vagyok. Észak-Amerika erdeiben nem élnek őzek. Tehát ez egy ismeretlen állatfaj. Van viszont az úgynevezett fehér farkú szarvas, és ha megnézed a filmet, valóban farka van. Nem a Bambinak, hanem a kifejlett állatnak. Ugye a kifejlett őznek sem sincs ilyen rendes farkincája, hanem csak egy ilyen bütyök a fenekén. És ugye a filmben van az, hogy az aranyos kis őzikéből szép nagy szarvas lesz. Most igazából ez a fogalmi zavar vagy állattani probléma, ez csak a filmben van meg. Jelzem, hogy a Perry egy mókusnak a története, ezért ennek egy másik gyerekkönyve, ott a fordító, most ha tényleg nem tudom megmondani, hogy volt a fordító, ott ezt szerintem Disney után fordította, mert ott egy a... Ugye a Perryben Bambi már felnőttként jelenik meg, de megjelenik Bambi, így érdekes, hogy megjelenik Bambi, mint szép nagy szarvas jelenik meg Bambi a Perryben, úgyhogy van egy fogalmi zavar. Szépen leveritek azokat a szövetöket, ami mentén majd tudunk haladni, gyerekkönyv, nem gyerekkönyv, Disney-ség, Bambiság, szarvas, őz, mit jelentenek ezek is? Van te egy őzet képzeltél Bambinak, hiszen ugye ősz valójában Bambi. Amikor először olvastad újra, neked vannak gyerekkori élményeid Bambiról, mint olvasó? Nem, én amikor Péter megkért, nem is értettem, hogy jövök én ide a nyomori figuráimmal. Tehát én előtte nem olvastam a Bambit, mert nem érdekelt soha. Egy ilyen lányos könyvnek gondoltad a Bambit? Én tényleg az volt, hogy én nagyon szerettem a Disney rajzfilmeket, viszont a Bambiról mindig az jutott az eszembe, amikor otthon a kicsik nézték, nyilván hangosan, és a nyúlnak valami iszonyat idegesítő hangja volt. És így jó, akkor Bambit én nem nézem. És hát ez volt az első alkalom, hogy elolvastam. Az elején még nagyon zavart tehát tényleg az volt olyannak tűnt a szöveg, mint hogyha ilyen finomkodósnak tűnt, mint hogyha megpróbálnak tompítani a dolgok, meg minden nagyon kicsit erőltetettel szabatosnak tűnt a szöveg. Te még egy fordítást olvastad az eredet? Nem, csak a megjelenés után találkoztam az új fordítással. És ahogy, tehát az első 30 oldal még hát egy kihalódás volt, másodban. De utána beszippantott, és csak kapkodtam a fejemet, hogy úristen, ez mekkora dolog. És tehát én a végén nem éreztem ezt a katarzist, viszont utána elég rossz kedvem lett, mert én lenyomott. Tehát nagyon nyomasztó, nagyon fullasztó folytogató légköre van. És nagyon fura volt, hogy tényleg azt a szándékot éreztem a szövegben, minthogyha direkt a szöveggel próbálnák valahogy mentegetni, hogy tehát mégiscsak állatok vannak benne, akkor ez nyilván gyerekeknek való, akkor valahogy mentsük meg a Bambit, hogy ne legyen egy ilyen depressziós, letargikus történet. Igen, még azért ez egy pozitív a könyvnek, hogy nem halt meg Bambi a végén. Péter, a kiadó, amikor újra kiadja a Bambit, és azért látható az előző 20 kiadásnak az utolsó darabjait, és a 21. kiadás a másik oldalon, úgy érzem, hogy újra gondoltátok. Hát, újra gondoltuk, de egy kicsit vissza is nyúltunk a gyökerekhez. Tehát azért tudni kell, hogy biztos
lehet, hogy más is akar pár szót ejteni a szerzőről, de hát ő abszolút ugye ez a bizonyos Jungwind körhöz tartozott, ahol Hoffmann Stahl is, meg Karl Kraus és Schnitzler, és ők abszolút elítéltek a naturalizmust és a szimbolizmusban hittek, tehát nem kérdés, hogy ez egy nem olyan indítatású történet, mint Fekete István állat történetei, aki járta az erdőt, és kicsit elszomorodott azon, hogy ő maga lődösi le a madakat, és egy kicsit ezt megpróbálta mondjuk az állatok szemszögéből is elképzelni, hanem ugye ezért egyébként Fekete István rengetegszer szitta is Sartre-t, hogy hát hogy lehet ilyet írni állatokról, hogy ezek az állatok nem úgy viselkednek, ahogy az igazi állatok. Ő tudja, hogy egy rókáról ír, akkor az a róka úgy fog viselkedni, hogy egy igazi róka viselkedik. Igaz, hogy gondolkodik, beszél, de azért lényegében mégis itt nem találunk ilyesmit. Ez egy abszolút szimbolikus történet, és én azt gondolom, hogy bár nyelvileg sokkal inkább a mai olvasói elvárásoknak felel meg ez az új szöveg. Fenyő László fordítását mi jónak találtuk, egyébként nincs azzal semmi baj, sőt Fenyő László, aki a Nyugat második generációjának volt költője, kritikusa, ő sem a finomkodó szövegeiről volt éppenséggel híres akkoriban egyáltalán. Tehát ez nem egy, ha ő akkor ezt úgy fordítja le, akkor ez már olvashatatlanná vált volna. Tehát viszont maga, de hát erről Lici jobban tud beszélni, hogy ebben is megyek bele, de hát maga a fordítói hozzáállása változott meg a fordítóknak, tehát a fordítói attitűd. De mi is volt a kérdés? A kiadónak a szándéka. Ja, a kiadónak a szándéka. Tehát volt itt egy olyan lehetőség, hogy nem megújítunk egy, tehát nem kötünk egy szerződést, és aláírjuk, és iparszerűen kiadjuk, és kasszáljuk a pénzt, és elmondjuk, hogy mi a Móra kiadó, gondozzuk ezt az életművet, holott, vagy ezt a könyvet, holott egyáltalán nem azt tesszük, hanem nyílt egy ilyen lehetőség. És akkor már, ha az ember csinál valamit, akkor legyen merész. És merészségnek tűnt, de egyébként úgy tűnik, hogy tulajdonképpen nem akkora merészség, mert pont ma elkértem a fogyási adatokat, és a régi Bambi fogyása és az új Bambi fogyása között nincs lényegi különbség. Sőt, egyelőre jobban fogy ez a könyv, de ez nem a hiba határon belül, tehát lehet, hogy azért, mert hosszú ideig nem volt a piacon. Tehát azt ezzel el kell mondanom, hogy ugye a fordító, hát nem olvas el mindenki mondjuk egy kiadóban az új fordítást, de a fordítás már meghatározta azt, hogy hogyan haladtunk tovább. Tehát onnantól kezdve, hogy ez egy, nem tudom milyen szavakkal tudnám jellemezni ezt a fordítást, de nagyon letisztult az eredetihez ragaszkodó helyenként, nyers, és valóban tehát nem az a fordítói iskola, ami régen jellemezte a szerzőket. Tehát én tanultam fordítás elméletet, és ott megmondták, hogy van jelentésbővítés, jelentésszűkítés, hogyha háromszor van az, hogy mondta, akkor a második már mondta, fölmondta a szemöldökét, csodálkozott, ráképett el, és hogyha megkívánja, nem tudom, cseréljük ki, hogyha németben ugyanaz a szó is van, de hát ne ismételjünk magyarok szavakat, mert hát mi egy más, ez egy más ország, más nyelv, mások a szokások, és Liszi ettől Einsteinnek eltért, és ettől a szöveg nyersebb, és hűbb is az eredetihez. Ezt meg is lehet nézni, hogyha valakinek van kedve, és beszél németül. Tehát onnantól kezdve, hogy megvolt hogy válaszoljak akkor végre, tehát onnantól kezdve, hogy megvolt ez a fordítás, egyértelmű volt, hogy nem akarunk bele rajzokat, mert ezek a rajzok mást sugalnak, mint amit ez a fordítás, és amit mi ezzel a fordítással akarunk sugalni, és hogy valami nagyon eredeti megoldás kell. És ez a megoldás, amit István alkalmazott, hogy egy Rorschach-teszt van az elején, ez nagyon kifejezi ennek a könyvnek a szellemiségét. Mindenki lásson bele, amit akar. Tehát ez nem mondunk ki semmit, ha olvassa ezt, aki akarja, állattörténetként, aki akarja, emberekről szól történetként, akárminek. Mi magunkat látjuk úgyis ebben az egészben, a saját sorsunkat. Igen, az egész biztos, hogy az előző kiadásban a benne lévő képek is eléggé meghatározták azt, hogy ez inkább egy természettudományos olvasmány, mint sem ez a fajta szimbolikus olvasat, de nem volt tényleg semmilyen elképzelés, hogy legyenek benne még képek, hiszen az alapvető distinkció az volt, hogy ez egy gyerekkönyv, és a gyerekkönyv képek nélkül azért az mégiscsak
Hát nem tudom, igazából az úgy zajlott, hogy megkérdezték tőlem, hogy Péter, akkor lesznek benne képek? Én meg azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy most lehetett volna. Tehát lehet, én nem tudom, hogy miért válaszoltam ezt, valószínűleg én is fáztam egy kicsit ezt az egésztől, vagy féltem, hogy szóval ezt lerajzolni nagyon, tehát el kell mondanom, hogy az István, mi kértünk más rajzolótól is borítótervet. Ezt nem tudom, te tudod egyébként, tudod, jó. Tehát, és volt gyönyörű őzünk, gyönyörű erdővel, még egy kicsit stilizált is volt, tehát nem ennyire, hogy a füléből kipunkorodó szőr is látszott, hanem tényleg egy olyan stilizált őz volt, de akkor is ez a 110. őzes borító, amit kaptunk, és akkor egy kicsit utána néztünk, és találtunk olyan előzményeket, például Mirko Hanák, nagyon szép korábban Mórás borítóját is, ahol nagyon finoman, szintén egy ilyen, nem tudom, festékcsorgatós technikával oldotta meg ezt a problémát. Tehát, hogy én valamiért azt gondoltam, hogy ne legyenek rajzok, inkább a fantázia rakja össze ezeket a képeket az olvasóban, és ennek minden körült, hogy egyel kevesebb gond, nem kell szépen betördelni. A költségeket is. Igen, tehát, hogy igen, mindenki. Ez csak vicc természetesen, de nagyjából ez a válasz. Jó, Licit, németül olvastad újra először, vagy elolvastad Fenyőlászló a fordításra, és utána németül? Hú, hát ezt nem is tudom, hogy mi volt a sorrend. Fenyőlászlóról egyébként úgy jöttem ide, hogy nem megyek haza, úgyhogy ne emlékezzek meg róla. Először is azért, mert szerintem kiváló a Fenyő Lászlónak a fordítás, a régi fordítás. Én még azt sem mondanám, amit egyébként akár dicsérőleg, akár feddőleg az én fordításommal szemben megállapítottak róla nevezetesen, hogy finomabb, lekerekítőbb. Igenis vannak benne nagyon szókimondó megoldások. Találtam egy helyet, ahol Fenyő László szókimondó, mint én. Mint több szókimondó, mint a német eredeti. Nem tudom, hogy mi történt vele, de ez meglepett. Kiváló a fordítás, és egyszerűen arról van szó, mivel már korábban is utaltam rá, hogy ez egy társadalomrajz is. Ugye Rorschach teszt teljesen, én is ezt gondolom, hogy sokféleképpen lehet olvasni, társadalomrajznak is lehet olvasni, akár társadalom kritikának, az emberi társadalom kritikájának. Ennél fogva már Sartre-nél és az eredetiben is sokszor találkozunk, főleg a párbeszédekben, vagy leginkább a párbeszédekben, olyan stílussal, ami az akkori kortárs élőbeszéd lehetett valószínűleg már, amennyire én ezt egyáltalán meg tudom állapítani, mint egy monarchiabeli kisvároskában találkozna a péka az órással, és akkor úgy beszélgetnek egymással a kötelező udvariassági formulákkal, a magázódással, és tehát ez az Alternek a kortársi nyelve volt. Na most Fenyő tökéletesen, nagyon jól a saját kortársi nyelvére lefordította, mármint az akkori utcai élőbeszéddel lefordította ezeknek az állatkáknak a párbeszédeit. Természetesen a mai fülnek ez kicsit már avitnak hat, mert a nyelvnek ez az a rétege, ami a leggyorsabban romlik. És amikor én egy majdhogy nem kortársi, kicsit talán arhaizáló nyelven megjelenítem ezt az általam elképzett monarchikus városkát, akkor ez meg az én általam feltételezett kortársi köznyelv, ami majd szintén megint elfogagulni. Arra gondolsz, hogy csacsognak egymással. Igen, és udvarias, igen. Udvariaskodnak, időnként indulatba jönnek, szidják egymást, akkor alkalmaznak egy nyelvet, ami kicsit szalobb, kicsit elengedettebb nyelv, és a Fenyő ezt ugyanígy megcsinálta. Fenyő László egyébként költő volt, illetve kritikákat, recenziókat közölt a Nyugatban rendszeresen, és hát 1944-ben elhurcolták munkaszolgálatba. Most találtam egy nagyon érdekes adatot, hogy a halálának az időpontját és helyét azt 1945. március 30-ában, március 26-ában jelölik meg, a helyszín pedig Rovonc. Ami ugye azért hátborzongató, mert biztosan tudják, hogy akkor olyan
sok neve van, a Borna Missa Tisztin, Batthyány, Margit, Lófnő, Romanci kastélyában volt az a kis szolid buli, melynek során az ott vendégségben tartozó eszeszek, mikor már nagyon jó kedvük volt, akkor hajnalban az ott állomásosztatott munkaszolgálatos századot lényegében halomra lőtték egy tömegsírba. És ha mégis az adatok arra engednek következtetni, hogy akkor esetleg Fenyő László is ő közöttük volt. Mondhatok valamit? Két dolgot ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ugye a sajátos módon a Fenyő László még nem tudta, hogy klasszikus fordít, ami nyilván egy más helyzet. A Lici már tudta, hogy ez egy klasszikus, ami mindenképpen egy másfajta gondolkodást követel meg. Még hogyha többek között Magyarországon a Fenyő László fordítása miatt lett is klasszikus. És én Fenyő Lászlóval kapcsolatban még, ugye itt ez még nem hangzott el, de ugye Zalten, ő Magyarországon született, ugye Zalcman Zsigmond néven, és zsidó családban. És többek között azért mentek Bécsbe, mert hogy teljes állampolgárok lehettek. És én nem, tehát van egy fura együttállás a író és fordító sorsában, bár Svájcban halt meg 45-ben Szánten, de hát ő is arra kényszerült, hogy elmeneküljön, tehát az üldöztetéséről elmeneküljön, illetve én sokkal gondolkoztam, hogy ez a szorongás, ami benne van ebben az egész történetben, az állandó félelem, amit ő megélt, annak lehet-e bármi köze annak, hogy ők honnan jöttek, hogy miért jöttek el, hogy milyen családban élt. Vagy akár az ember azon is elgondolkozik, hogy Fenyő László például miért találta meg ezt a történetet, mert megtalálta. Tehát van egy ilyen fura együttállás a szerző meg a fordító között. Lehet, hogy ez nagyon belemagyarázás, nem mentem ennek utána, csak talán ezt is itt ezen a ponton megemlíteni. Ginés, ez igaz, hogy egy nagyon komoly kiszolgáltatottság érzés érezhető végig a könyvben. Bambinak félelme van az őz apáktól is, a szarvasoktól is, attól a nagy rettenettől, veszedelemtől, akit őnek hív, szállt el a könyvben, és a másik oldalon nagyon kevés biztonság az erdő, ami egy ideig biztonságot ad, de aztán utána már ez sem lesz biztos, és a végén azért ez szépen feloldódik abban, hogy őnél, az embernél is van azért olyan, aki nagyobb. Érdekes, említettek az állatmesét, mint olyat, és a társadalomnak az ábrázolását, mint olyat, és ez mind-mind nagyon, nagyon szépen benne lehet ebben a történetben. Milyen értékek vannak, amik mondjuk így maradandóak ebben a történetben, amit úgy lehet, és amit aztán lehet ez gyerek, ifjúsági, felnőtt, tehát minden olvasó réteg számára értékes lehet. Most az a baj, anekdotáknak ez ügy, hogy nem tudod, hogy kiről szól. Bertók László, igen. Bertók Lászlót egyszer meghívták egy Mongóliába egy költői konferenciára. Ulánbátorban egy 25 ezeres stadionban lépett fel, mint magyar költő a baráti népek többi költőjével együtt. 25 ezer mongol ült a stadionban, és hallgatták a költőket, és megkérdezték Bertók Lászlót, hogy hát és magyar kollégánk miről ír, mik a maga témái. És akkor Bertók László elgondolkozott, most mit mondjon ezeknek a mongoloknak erre a kérdésre, és azt mondta, hogy hát miről írok? Hát szerelemről, életről és halálról. És azt mesélte nekem, hogy tomboló tapsot kapott erre a válaszra, és ugye azért csodálatos szerintem egyre jobban, meg kell mondjam, hogy egyre jobban tetszik nekem a Bambi, ahogy mi érdekel a szöveg elemzésében, meg Zalten életrajzában, hogy hát ebben ez a három dolog mindenképp benne van. Szerelemről szól, életről és haláról, és nem idealizált, nem ad kész válaszokat, sokszor a kételyekkel szembesíti az olvasót, és ez nagyon komoly értéke a könyvnek.
vannak benne erősebb részek, és vannak benne persze olyanok, amiket átsütik az olvasó, és nem ragadja meg annyira. Ez egyik ilyen kedvenc részem az, amikor a szarvassal találkozik, és nem beszélnek egymással, csak mind a kettőnek a gondolata van kihangosítva, hogy mit gondol a másikról, és hogy mennyire nem értik meg egymást. Mint a Woody Allen filmben, amit az a nagyon híres jelenet, amikor az Annie Hall-nal először próbálnak beszélgetni, és közben ott olvassuk. Ez ugyanaz a dramaturgia egyébként, és szerintem, lehet, hogy hülyeség, de szerintem itt az asszimilált zsidó polgár találkozik az arisztokratával. Szerintem itt erről van szó. Tehát próbálnak barátkozni, félnek, kölcsönösen félnek egymástól, az egyik attól, hogy nem ér föl hozzá, a másik attól, hogy lealacsonyodik hozzá, és mit szólnak a többiek. És az azért nagyon érdekes egyébként, mert a Szálltán számos dolgot művelt életében, hihetetlen aktív, hiperaktív ember volt alkotóként, és többek között ő, hát ezt ma úgy mondanánk, hogy megtalálta az akkori arisztokráciában a celebvilágot. Tehát megtalálta azokat az arisztokratákat, akikről zavtos történeteket lehetett írni. Állítólag még egy-két grófnőnek még segített is megszökni azzal a férfival, akivel mezalliánszba bocsátkozott, aztán ezt jól megírta. Tehát volt neki egy ilyen bulvárújságírói, elég jelentős bulvárújságírói munkássága, és ennek révén ők szoros kapcsolatban állt az arisztokráciával, de biztos, hogy ez nem volt egy problémamentes kapcsolat a számára. És ebben az olvasatban azért van, ha a társadalmi hierarchiát nézzük, akkor az őz az érthető, hiszen még nem szarvas, viszont már nem jól. De az őz soha nem lesz szarvas, hiszen tudod? De a biztos ilyen benne. Ezt tudjuk. Nem, az őz nem lesz szarvas. A nagy őz az a szarvas. A nyúl pedig a kárka az, aki úgy utálta Szálltánt, hogy meg tudtam folytani egy kanálvízben, nő ügy, de mindegy, most nem megyek bele. Tehát a kárka ahhoz, aki lépte nyomon szidalmazta a Szálltánt, az azt vetette a szemére, hogy a Bambiban a nyúl jinnizik. Tehát úgy beszél, mint a kis zsidó, és hogy ez milyen idegesítő. Tehát nem tudom, hogy tehát valahonnan ezt ő kellett, hogy vegye már, mint a Krausz. Tehát nem hiszem, hogy neki bárki belemagyarázta volna akkori kortárs irodalom elmélet, hogy a Szálltán társadalmi rétegeket képez le a könyvében. A Krausz meghallotta a kis zsidónak a hangját a nyúl beszédében. Nagyon érdekes. Akkor te jóval messze. Itt óvatoskodtam bizonyos párhuzamokkal. Tehát jóval messzebbre mész, vagy messzebbre merészkedsz. Szerintem itt ami nagyon érdekes, hogy ugye pontosan, hogy egy őzről szól, nem az oroszlánról szól, nem tudom, az erdő királyról, vagy nem a szarvasról, hanem egy őzről. Tehát, hogy egy olyan, de nem is a nyúlról, aki, tehát maga a főszereplő választás furcsa nekem, vagy érdekes. Tehát, hogy valamiből van följebb, majdnem ugyanolyan, de valamiért mégis vagy úgy érezzük, hogy fölöttünk áll. Ez nem tipikus. Tehát a Fekete Istvánnál nincs ilyen. Tehát a róka az a róka. Tehát ott abban a környezetben a csúcsragadozó. És csak az embertől fél senki mástól. Vagy a bagoly hú, az az éjszaka királya. Tehát neki nem kell félnie senkitől. Vagy hogyha mondjuk van csí, akkor ő neki kell félnie, de hát ő meg annyira picike, mint fecske, hogy ez meg azért érdekes. Ez, hogy majdnem te vagy a király, majdnem te, de nem, még ott vannak ezek, ez egy nagyon érdekes gondolat, és valóban igazolja azt, hogy hát van egy ilyesfajta olvasata, amit én nagyon finoman, egy kicsit direktebb módon pedzeget. És hát ilyen értelemben valóban az őzből nem tud szarvas lenni, de egy esélytelen út is. Ez is szépen összerapódik. Bejelöltünk egy részt a könyvben. Töltök meg neked is. Igen, spektakulás meg. Ez nem... 63, igen. Ez nem az a... Az is érdekes lenne, hogy meg közben fogok keresni egy olyan részt, ami ezt a nyelvi sokszínűséget mutatja. Ez egy más szempontból gondoltam, hogy ez egy érdekes rész lehet. Ez egy bekezdés lesz, csak egy kicsivel hosszabb bekezdés, tehát rövid részlet. Az erdő csöndes volt, de nem múltál nap valami szörnyűség nélkül. Egyszer a varjak támadták meg és ölték meg kegyetlenül a nyúl legkisebb fiát, aki amúgy is betegen feküdt.
Szívettépő jajveszékelése sokáig visszhangzott az erdőben. A nyúl éppen úton volt valahol, és amikor elérte a szomorú hír, azt hitte, eszét veszti fájdalmában. Máskor a mókust látták, nyakán hatalmas sebbel járkálni. A menyét mart belé. Csodával határos módon elmenekült előle. Beszélni sem tudott a fájdalomtól, mégis sebesen szaladt egyik ágtól a másikig. Mindenki látta. Úgy rohant, mint aki megveszett. Olykor megállt, leült, mellső lábát kétségbe esetten emelgette, fejéhez kapott ijedtében és fájdalmában, miközben fehér mellényéből csak úgy dőlt a vér. Egy órán át szaladgált így, aztán hirtelen összerugyott, tompán az ágaknak ütődött, és holtan zuhant le a hóba. Néhány szarga azonnal megjelent, hogy nekilássanak a lakomának. Egy másik alkalommal a róka tépte szét a köztiszteletben álló és közkedvelt, szép és erős fácánt. Halála mély részvétet keltett mindenkiben, sajnálták a vigasztalan özvegyet. A róka a hóból húzta elő a fácánt, aki azt hitte, ha befúrja magát, biztonságban van. Én már senki sem hihette, hogy biztonságban van. Mindez fényes nappal történt. A szükség, amely nem ismert irgalmat és nem akart véget érni, elkeseredettséget és durvaságot szült. A tapasztalat már nem ért semmit. A lelkiismeret szava elhallgatott. A szokások és a szabályok érvényüket vesztették, az egymás iránti bizalom romokban hevert. Nem volt többé sem irgalom, sem nyugalom, sem önfegyelem. Ez a tél. És nagyon, nagyon szép mutatja azt, amiről Péter is beszélt, hogy ez egy szimbolikus kép. Tehát, ha tényleg azt néznénk, hogy ha tényleg ezzel a szemmel, a szemüveggel néznénk, ez egy természeti történet, és nem egy élettörténet, akkor ez a National Geographic, ahogy vadásszák egymást az állatok. Ez nem mondjuk a szemünk elé, de itt azért többről van szó, az életről, születésről, halálról, elmúlásról. És ugyanakkor, ha azt mondjuk, hogy ez egy gyerekkönyv, akkor megborzongunk, te jó ég, hát én itt a gyerekednek a kezébe nem adok. Ahol a mókus, a kedves mókus, a fehér mellényén folyik a piros vére. Van egy másik rész, amit is említettél, hogy nyúlnak a belei. Az is mókus. Egy másik állat, aki éppen annyira megsebesül, hogy a beleit is látni lehet. Te, mint aki írtál könyvet, ifjúsági regényt, vagy regényt legalábbis, gondolkodik-e ilyenkor a szerző abban, hogy gyerekeknek írja, vagy nem gyerekeknek írja, hogy ki lesz a felhasználója ennek a szövegnek, amit ő kiad a kezében? Hát én nem gondolkodtam. Olyannyira finomkodik-e? Hát volt olyan, amikor utólag lelkiismeretfordulásom támadt bizonyos jelenetekkel kapcsolatban, meg olyanok is voltak, amik akkor kikerültek, mert tényleg már túl voltak egy határon, de én nem gondolkodtam. Tehát elkezdődött egy esemény, sodortattam magam vele, és lett, ami lett. Tehát tényleg olyan, mintha ott lettem volna, ha éppen történik, akkor nem amit meg gondolkodni, hanem... Ugyanezt a szerkesztőtől is meg lehet érezni, hogy maga is írt könyvet már, de inkább az a gondolat, ami azért elég sok szülőnek a fejében megfordul, hogy hát a kiadó, aki gyerekkönyvekkel foglalkozik, miért nem húzza ki ezeket a vadrészeket ebből a könyvből? Hát ez egy szép történet lehetne, hogyha nem lennének benne ezek a bombordodályok. Egyébként ez csak most ott eszembe, hogy én hónapokig képtem, tehát miután megvolt a fordítás, én hónapokig képtem voltam valahogy mit kezdeni a fordítással, ez az egész könyvvel, és időnként bejött valaki. Igen, ezt én húztam el, ezt ezért utólag is elnézést kérek. Egyszerűen tényleg ez volt, így alakult. De azért nem tudtam, mert nem, tehát úgy éreztem, hogyha én most ezt úgy folytatom, ahogy itt valami elvárás van természetesen, vagy ahogy én ezt eredetileg gondoltam, akkor egy nagy hazugság részévé válok. Hát ez a szöveg, ez nem erről szól. Ez nem ez a borító illik, ez nem az illik, hogy,
hogy mi mindenhol elmondjuk, hogy ez a klasszikus történet, ami nem tudom, elveszti az anyukáját, a kisőz, és akkor nem, ez valami tök más. De nem tudtam, hogy lehet ebből kijönni jól. Tehát, hogy most én mit szerkesztőként, hogyha már itt van ez a szöveg, de közben valószínűleg, tehát, sőt nem valószínűleg, nem véletlenül kértem meg a Licit, ugye akkor már dolgoztunk is talán együtt, vagy csak akartunk együtt dolgozni, tehát tudtam én nagyjából, hogy ez egy milyen szöveg lesz, vagy milyen szöveg lesz az eredmény, de nem volt ez egyértelmű, tehát nekem is kellett egy kis idő, hogy úgy rávegyem magam, hogy megbeszéljem ezt a többiekkel, és húztam egy kicsit az időt, amíg azt mondtam, hogy hát oké, akkor vállaljuk, és nem csak én mondtam, hanem a többiek is, tehát megbeszéltük, hogy ez most más lesz, ez most egy kicsit vagányabb lesz, és rengeteg észérv szól ez ellen. Tehát nagyon kényelmes lett volna ebben a kicsit hazugságban részt venni, ugyanaz a borító, ugyanúgy, nem is írjuk, hogy új fordítás, vagy írjuk, természetesen írjuk, de nem rakjuk ki annyira feltűnő helyen, vagy hülyeséget mondok. Tehát nem írjuk rá, amit én ráírtam a fülszöveg utolsó mondataként, hanem egyszerűen kicseréljük a belépben azon a helyen. Tehát, hogy ez is egy járható út lett volna, de nem ezt az utat választottuk. De mi volt megint a kérdés? Tehát megint elfelejtettem, bocsánat, itt belemérve. Most már én is elfelejtettem a kérdést. De hogy egy szerkesztőnek mi a... Ja igen, hogy ez gyerekében nem gyerek. Ja igen, hát természetesen nem lehet. Tehát ez egy nagyon nagy vita, biztos sokan... De ez miért természetes? Hogy Móránnál természetesen nem lehet. De azért hát találkoztuk egy csomó olyan gyerekkönyvvel, Grimm mesékkel, ahol kihúzgatták belőle azokat a részeket, ami vad. Hát ugye nehéz helyzetben vagyunk olyan szempontból, hogy rengeteg régi könyvünk van, és valószínűleg az összeset át kéne nézni, és tulajdonképpen ilyen filológiai munkát kéne végezni, hogy ezek a szövegek mennyiben autentikusak, mennyiben érvényesült ilyen vagy olyan elv a szerkesztésükkor. Ezt nem tudjuk megtenni, de hát ilyenkor van lehetőség. Szerkesztetnek például a Pál utcai fiúkat, volt egy díszkiadás, ahol mindig szembe kerülünk azzal a problémával, hogy mondjuk van egy nagyon lelkiismeretes, rokos korrektorunk, aki elolvassa és azt mondja, hogy hát nem az a nap jön, amit kedd után, aminek kéne, és egyébként nem az lesz itt a fővezér, akinek nem a csele, hanem itt elfelejte Molnár Ferenc, és 25 oldalra később igen, és egyébként a Grundnál az egyik oldalon úgy van leírva, hogy itt van fal, a másik oldalon 3 oldal később már nincs fal, tele van következetlenségekkel, amiket mindig bejelöl, mindig meg lehetne változtatni, ott is ugye húzom az időt, amíg csak lehet, újra és újra előveszem, hogy most akkor itt van a kezemben, hogy egy nagy könyv, és bármit megtehetek, és végre helyre rakhatom, és akkor én nem rakom helyre, és akkor úgy marad, lehet, hogy megkapunk leveleket, mert hogy mondjam, mindenki mindig fel fogja fedezni, hogy a Grund rossz helyen van. Volt olyan, hogy kínai fordító telefonált be a Mórának, hogy ő fordítja, és egy órája azon gondolkozik, hogy nem tudja elképzelni, mert hogy össze-vissza van leírva, hogy a Grundnak bal oldalán mi van, jobb oldalán. Nem tudom, lehet, hogy ez is egy rossz hozzáállás. De a szöveghűség az ebben az esetben is. Ebben az esetben így döntött. Tehát klasszikus műről van szó. Ez szerintem fontos. Ha nem klasszikus egy mű, akkor nagyobb barbarizmus megengedhető a szerkesztő részéről. Így én a hibákat is már állítottan nézem. Igen, azt szerettem volna mondani, hogy most jutott eszembe egyébként, hogy Zalten nagy vadász volt. Rengeteget járta az erdőt, a vadász kutyája volt az ő attribútuma, ugye ezek a modoros Jungwiener csávók így elnevezték egymást, tehát elnevezte valami olaszos nevet adtak neki a nagy vadász a kutyájával, tehát ez egy kicsit egy ilyen alul is volt, de tényleg imádott vadászni, és tényleg ismerte az erdőt. És nem lehet, hogy ez, nem akarok a Móra kérdónak beleköpni a levesébe, de nem lehet, hogy ezt tényleg nem gyerekkönyvnek írta? Tehát mi valahogy automatikusan, ha egy olyan könyvet olvasunk, amiben állatok szerepelnek, akkor az csak gyerekkönyv lehet. Voltak éppen miért? A másik, amit bocsánat, csak még nagyon sok szó esett a nyomasztó atmoszféráról, a sűrű halállal, vérrel és erotikummal átitatott nyomasztó atmoszféráról. Szeretném mellé állítani, nem tagadva, hogy ez valóban benne van, azt a határtalan érzéki örömet, amit ez a szöveg tud közvetíteni a természet élvezésének a nem is tudom, a nagyon szépen, poétikusan megírt
élményét, tehát az illatok, a színek, a fények játéka, a növények. Látszik, hogy tobzódik a növény megnevezésekben például, mert örül neki, hogy tudja, hogy hogy hívják azt a gazdot az ösvény színén. És ez egy hatalmas érzéki boldogság, ami árad a szövegben. És valószínűleg Disney is ezzel tudott többet kezdeni, ez a része. Tehát amikor először a Bambi kimegy a létre, ahogy az le van írva, szerintem fantasztikus. Péter, még valamit gondoltál hozzá? Csak annyit, hogy tehát ez egy eldönthetetlen kérdés. Én nem tudtam eldönteni, csak azt tudtam, tehát hogy most gyerekkönyv, nem gyerekkönyv, ez a szöveg, amit kaptam, ez ide vezetett. És hát ugye ezt megbeszéltük a kollégákkal, és egyszerűen egy ilyen, nem tudom, ilyen szürke előzékhez, egy ilyen választáshoz, tehát ahogy mondtam, volt más fajta rajzunk is, sőt István is egyébként kísérletezett másfajta rajzokkal is, tehát de ez is érdekes egyébként, hogy milyen rajzokat próbált, milyen vázatokat küldött nekünk, tehát hogy próbált ezt a gordiuszi csomót átvágni, amíg eljutott eddig a radikális megoldásig. Úgyhogy ebből a szövegből nekem ez következett, másnak más következett volna. Tehát a Móra meg, hát nem tudom. Ez a témához is aztán is tart, mert most már szerintem mindenkit érdekel, hogy milyen rajzok voltak még a végsőn kívül. Hogy valahol ez nagy átvágása a kötelezőségnek, vagy kötelező olvasás. Miért veszik meg a Bambit, miért veszik meg ilyen nagy példányszámban a Bambit, miért olvassák a Bambit? Mert látták a rajzfilmet, vagy van valamilyen képük. Nem hiszem, hogy a könyv élmény alapján venné meg a szülő a gyerekének a Bambit. Hát ez ugye, hagyj említsem a Bukkot, ugye van Fekete-Sárkány, ez a Bukk című kisregénye. Ez egy pontig hasonlít a Darga, vagy erre hasonlít a Dargai rajzfilm egy ideig. És aztán a Dargai Attiláik úgy érezték, hogy hát kell bele egy szerelmi szál, és akkor szöktesse meg azt a lányt, és akkor azt a Róka lányt jöjjenek össze. Az eredetiben a saját testvérét szökteti meg, és az összes nő így az a végén egy oldalon, ahogy találkozik valami róka csajjal, valami róka lányjal, összejönnek, és akkor lesznek esetleg kis rókák. Tehát ott teljesen átvariálták egy idő után az egész történetet, és gyerekkoromban nekem nagy csalódás is volt, hogy megnéztem a Bukkot, és akkor hát, mit tudom én, meghatódtam, mikor Karak meghalt, nem tudom. És utána megkaptam a könyvet, és egész más volt az egésznek a hangulata, a szellemisége, és azt hiszem a Gotár Péter csinált egy nagyon jó hangjátékot belőle, ami nekem nem ezen volt meg, ami sokkal jobban hasonlított az eredetire, és teljesen más hangulatú is volt, kicsit más hangokkal is. Egy ilyen sárga borító buklemez volt, nem tudom, hogy valaki is megél. És azt pedig sokkal jobban követte ezt. Tehát ilyen szempontból a Bukk is egy átvágás. Tehát ha már itt tartunk, teljesen más az egésznek a szerintem a hangulata, és a maga fura módján egyébként Fekete István is azért eljutott oda, hogy akármit is mondott és gondolt, azért egy idő után az ő, tehát nem akarok Fekete Istvánra beszélni, de azért ott van egy cezúra az ő életében, ugye ő kétszer futott be, egyszer befutott a Múltrendszerben, nem annyira nagyon jó szövegekkel, és utána ő más, sokkal jobb író lett. Ugye, ha jól emlékszem, akkor ő általánosan 54 éves lehetett, talán, mikor ezt megírta, tehát itt sem egy fiatal emberről van szó, tehát ebben már van bölcsesség ebben a szövegben. És Fekete Istvánnál is egy, tehát sok-sok nem annyira jó mű után lett ő az az igazán bölcs, okos író, aki újra és újra átdolgozta bizonyos korábbi műveit, és voltak itt nagyon szimpla, egyszerű vadásztörténetek, amik utána ő eljutott eddig. Tehát ott is, tehát hogy röviden válaszoljak, ezzel a Móránál szembesülünk sokszor, és én nem is értem. Tehát én örülök neki, hogyha megveszik ezeket a könyveket természetesen, de nekem is egy rejtély, hogy miért van. Valószínűleg kötelezővé tették, hogy kik mit tesznek kötelezővé, az meg fene tudja, hogy mindig. És akkor István a változatok. A legelső terv, amit készítettem, én rögtön félredobtam ezt a egy darab őzáll az egy darab erdőben nevett koncepciót. Az első az volt, hogy egy űznek a feje szemből, úgyhogy hát nagyjából így homloktól fölfelé levágva, illetve talán a szája alatt, de így faltól falig, és csak így néz a nagy fekete szemével. Ez volt az első. Utána, miután hát ezt visszadobták, de volt benne egy... Így fekete-fehérben gondoltottál?
Nem, nem, azt szerintem nem lett volna az. Csak én Ceruza rajzon is láttam. Mert utána még, tehát Péter is mondta, hogy még azért megy a vacillálás, hogy merjék, ne merjék, merre menjenek, hogyan menjenek, és akkor meg jó, hát akkor próbáljuk meg ezt a, az erdőben. István, tudsz erdőt rajzolni? Viszont ott meg megpróbáltam úgy csinálni, hogy nagyon kontrasztos legyen. Tehát ott meg igazából egy ősz sziluettet képzeltem el, és vagy az erdő tök fehér, és az ősz fekete, vagy fordítva. Tehát mindenképpen azt is szerettem volna, hogy az, azért ki is fejezzem valamit. És akkor a legvégén volt ez, hogy Péter akkor már mondta, hogy nem kell ragaszkodni ez az, az erdőben dologhoz. És egyszer nem tudom miért, csak így jött, hogy akkor csináljuk. És akkor nézegettem eredeti teszt lapokat az interneten, nézegettem, hogy vajon hogyan csinálhatják. Leírás nem találtam, de gyanítottam, hogy ezt tehát középen félbehajtott lappal átnyomtatják a tintapacákat. Sokáig kísérleteztem, hogy tényleg őz fej. És akkor, hát nem tudom, azt, hogy nagyjából felskicceltem, és bizonyos helyeken jobban összepacáztam, bizonyos helyeken csak festettem, és akkor gyorsan rájöttem. És végül is ez lett. Ja, és utána még csináltam egy olyat is, ami van szöveg is, még minden, viszont az már tőle nagyon nyomasztó. Egy kiállítás. Az István pont egy olyan változata, hogy, hogy tulajdonképpen így le van vágva a füle, meg a két oldalt, és talán az álla is. Tehát egy ilyen fura, nagyon-nagyon közel, ilyen szuperplán az őzről. De az az érdekes, hogy most én is utána olvastam ennek, és ez a Lorsák nevű svájci, aki körülbelül ugyanabban az időben kísért ezekkel a tesztekkel, amikor megszületett ez a regény. Ő ezt gyerekkorából hozta ezt az élményt, hogy a gyerekek játszották azt az iskolában, hogy, hogy egy nagy pacát csináltak, félbehajtották a lapot, és utána gondolkoztak, hogy ez mi lehet, vagy, vagy próbáltak olyan valamit kezdeni. Tehát ennek az egésznek van egy köze ahhoz, ahogy egy gyerek esetleg játszik, vagy, vagy kísérletezik. És még annyit akarok mondani, hogy én ezt először megláttam, én megijedtem, hogy ez úristen, ez. Tehát elmentem Istenhoz, és akkor előbb bányászott egy papírt. Volt 15, ami nem sikerült, na jó, lehet, hogy annyi nem, de egy pár, amikor ugye kísérletezett, öntögette a festéket, csak mondta, hogy ez az, és hát ezek ilyen, ilyen pöcsök vannak rajta. És én annyira megijedtem, hogy hát úristen, mert ez nem borító, hogy én mondtam, hogy vegyük le a pöttyöket, meg először le is retusáltuk, hogy, hogy hát, hogy szalon képesebb. És akkor végén eljutottunk oda, hogy, hogy mert még a festékpöttyök is rajta vannak, tehát hogy még utoljára, hogy rányomtad a festéket, nem tudod? Igen, mert az eredeti teszteken is, tehát megnéztem, hogy nem csak az van, hogy van egy ilyen nagyjából szimmetrikus paca, hanem még így körülötte is össze van pöttyözve. Nyilván azok is gazdagítatják a pacárba látott dolog jelentését. Péternek a utolsó gondolatai között találtam rá a záró mondatra, ami az, ez mi lehet. A Bambit hajlamosak vagyunk nagyon egyértelmű egy gyerek könyvé nyilvánítani. És az, hogyha most elkezdünk róla úgy gondolkodni, hogy úgy vagyunk ebben, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy ez mi lehet, nekünk mit tud ez mondani, akár az illusztráció, akár a szöveg, akár az új fordítás. Én azt gondolom, hogy akkor ezzel elérte a kiadó azt a célját, hogy, hogy, hogy megszólítsa az olvasóit, legyenek azok gyerekek vagy felnőttek. És valóban, ahogy a főszövegben is olvasható, az életről szól, és mint az életben, ebben a regényben is nagyon sok minden benne van, kezdetés, végszületés és halál, fény és sötétség. Köszönöm szépen a beszélgetést a beszélgető társaimnak, és szerintem még van lehetőség arra, hogy itt kötetlen módon beszélgessünk. Köszönöm.